barátok, nem tudom mi a véleménye, de remek a hangulat itt van. Hát igen, én azt gondolom, hogy mindenki, aki a Sandro Gabdát szereti, az boldogan vesz részt ezen a rendezvényen, és az időjárással is, és a versennyel is meg lehetünk elégedve. És azt gondolom, hogy a férfiaknál most még nagyobb küzdelem várható, ugyanis a nők a szépséget hozzák a röplabdába, a férfiak meg a dinamizmus. Egyébként a röplabda szövetség életében a strand röplabda, nyilván ez egy kisebb volumenű sportág, mint a terem röplabda. Milyen szerepet foglal el? Hát én azt gondolom, hogy eddig nem méltó szerepet foglalt el, ugyanis ez egy olimpiai sportág, egyedüli strandsportként olimpiai sportág, úgyhogy mindenképpen őben nagyobb figyelmet szeretnénk rendezni, szentelni neki, és hazai rendezési nemzetközi tornákat is szeretnénk Magyarországra hozni. Azt hiszem, hogy ez egy jó ígéret volt. Sok sikert ehhez a munkátok. Köszönjük szépen, és jó időjárás! Mikrofonnal a kezedben, mit csinálsz? Egy turisztikai műsornak forgatunk éppen, és Balaton déli part, méghozzá Balaton Bogáról indultunk, és Csobánc várához, tehát Gyulakeszibe tartunk, és hát értesültük róla, hogy van itt egy ilyen kis strandröpi bajnokság, nem is olyan kicsi, ugye az országos bajnokságnak az egyik fordulója. Hát megálltunk, és mi, hogy most ilyen nyári hangulatú adásokat készítünk, beleforgatunk ebbe is, már csak azért is, mert jó az idő, nagyon szép ez a strand, meg nagyon sok jó csaj van, ez már ilyen személyes magánügyi szempont.
Hát hölgyeim, gratulálok, nagyon nagy meccset játszottatok a két héttel ezelőtti győztessel. Köszönjük. Mit mondtad? Hát a végén nem voltunk elég koncentráltak, jobban oda kellett volna figyelni, hogy mit csinálunk. Nagyon sokat rontottunk. De azt tudjátok, hogy két héttel ezelőtt kikaptak a Gudman Csilláékkal a kitték, és utána nyerték a döntőt. Hát ez lehet analógia is, most kikaptatok, holnap még lehet egy döntő. Hát igen, igen, ebben reménykedünk, hogy ez sikerülni fog, mert elég sokszor előfordul a sportban, hogy aki először vesztett, az nyer másodjára. Nem vagyok egy tettűd, a tettod a férfi, nem vagyok egy ragtűd, a ragtod a legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy cibajos nem vagyok, valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha velem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kengúru, üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt, nagyon szelíd vagyok, csak csípek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt, szelíd vagyok, babám, mint a filmen az oroszlán. Egy nagyon nagy párossal játszottatok, sokan azt mondták, hogy ez volt az igazi döntő. Nyilván ez nem így van, hiszen az még hátra van, de azért ez nagy fegyvertény volt. Igen, mindenképpen szerintem a legjobb pár sikerült most megvernünk azzal, hogy nagyon keveset hibáztunk, és nagyon stabilan játszottunk saját magunkhoz képest, ez nagyon nagy előrelépés. Amikor tegnap megtudtátok, hogy Kohékkal játszotok, akkor mire gondoltatok? Mi előre tudtuk, hogy velük fogunk játszani ma ismét, mivel tegnap is játszottunk velük, és akkor döntöttünk úgy végül is, hogy az első meccset megpróbáljuk. Hát nem azt mondom, hogy brahiból lejátszani, de olyan dolgokat megpróbálni, amiket eddig nem csináltunk. És igazából ez volt a lényeg, mert itt dőlt el a döntőbültel sorsa. Hát egy nagyon kemény meccs előtt álltok az elődöntőben, ugye hogy szavakkal játszunk a kis-kis Kovács-Kovács párossal. Nem először fogtok velük játszani. Hát ez így, végül is nincs így, mert tesómmal még nem játszottam ellenük, csak más párommal, és emiatt így végül is első lesz, ha úgy nézzük. És milyenek ők? Hát jók. Mi is reméljük, és akkor jó meccs lesz. És ti milyenek vagytok, nektek mi az előnyötök? Hát Reimivel kicsit alacsonyabb, mint én, ezért ugye ő mezőnyözik. Én meg hát próbálok sáncolni, meg minél többet segítünk egymásnak, szóval végül is ki tudjuk egészíteni egymást. Először is gratulálok, mert nem akár kiket győztetek le az elődöntőben. Hogy sikerült? Jó sikerült. Az elején nagyon nem volt levegőm, és szenvedtem, úgymond. És így nem is értem el olyan labdákat, amik tegnap még megvoltak. De aztán az első játszma végén nem is jól jött ki, hibáztunk kettőt, így megnyerték. De a második játszma közepe táján volt egy szerencsés labdamenet, és onnantól kezdve nekünk minden bejött, nekik nem annyira. Na most a döntőben azzal a párossal játszatok, amelyik megverte Kohékat, a Koh-Balizs duót, akiket itt a legtöbben a végső győzelemre is esélyesnek tartanak. Ez a Kaszab-Takács kettős. Hát ugye nem sütőznek, ha azt mondom, hogy ha fogadnom kéne valami sportfogadó irodában, nem rátok tenni. Ez egyértelmű. Tehát aki megveri a Bubiékat, a Bagés Balázsékat, az mindenképpen tud valamit. Tehát, de mégis úgy gondolom, hogy a Geriék ellen több esélyünk van, mint a Bubiék ellen lenne. Tehát hogyha ugyanazt a játékot hozzák, akkor persze akkor ők az esélyesek, de talán nem mindig, nem olyan stabilak, mint a Robiék. Hál' Isten a döntőbe jutásért elfáradtunk rendesen. Ott sikerült megverni magunkat a második szedbe, és reméltük, hogy a harmadik helyére egy picit nyugisabb meccsünk lesz, és kicsit kisimíthatjuk az idegeinket, meg a lelkünket helyre tehetjük egy ilyen jobb hangulatú és magunkat adó meccsen.
Viszont ami nagyon megható volt tőletek, hogy ha jól sikerült valami, akkor úgy meg tudtátok ölelni egymást, mint a nagyon jó testvére. Azok vagyunk. Hát azért van, azok vagyunk. Régóta együtt játszunk, és hát végül is ebből ismerítünk erőt. Hát azt hiszem, hogy Ancsi János, hát talán elég egész jégkorongos pályafutásod alatt nem érezted ilyen jól magad, mint ebben a pillanatban. Ezt nem mondanám, úgy gondolom, hogy a legrosszabbul éreztem magam, ugye, amikor játékos voltam, vagy edző vagyok, ugye a meccsre koncentrálok szakmailag, így a két lányom, ugye a fogadott lányom, ugye a két a lányom játszik, akkor nem is tudom nézni, én elbújok a egyik sarokba, és sokkal többet izgulok, mint a saját meccseinken, a felnőttől kezdve ifi, vagy mikor én játszottam. A szülőnek ez a legnagyobb büszkeség, és lassan kezdem megérezni azt a ízt, amikor a szülők ordibálnak és szurkolnak a gyerekeknek. Hát ez nagyon jó érzés, ha nyernek, de hát idegileg tönkre fogok menni. Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. For the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up, stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself. Kicsit nehézkesen indult az elején, ugye a főágon kikaptunk a Fogbagics párostól. Arra meccsre úgy készültünk, hogy mindegy, ha kikapunk is, velük fogunk játszani utána. Vigaszágon sikerült mind a három mérkőzést megnyernünk, és ma reggel pedig teljesen más felfogásban, szerintem nagyon jó játékkal meg tudtuk őket verni, szerintem az a meccs volt a nehezebb. Nem levecsülve ettől függetlenül a Molnár-Zsembrovszki páros, mert nagyon jó ellenfél volt a döntőben. Mennyire voltak fáradt, vagy mennyire voltatok fáradtak, ha én jól tudom, akkor néhány napja Szerbiában játszottatok. Ott is játszani kellett, meg még utazás is, meg még itt is két napig a 30 fokban. Így van. Hát igazából ezt vállaltuk, tehát mikor megbeszéltük a Tomival, hogy megpróbáljuk komolyan venni ezt a szezont, a strandrophabda szezont, beleszámoltunk mindenfajta versenyeket, utazást, a szponzoroktól megkaptuk hozzá segítséget, úgyhogy hát kicsit fáradtam, de sikerült. A sok edzés meghozta az eredményét. Volt egy kisebb hullámvölgyünk, amin szerencsére sikerült túllendülnünk a harmadik szetre. Én úgy éreztem, hogy egy kicsit elfáradtam a másodikra, ott sok hiba becsúszott, de Viki segítségével összeszedtem magam, és így sikeresen zártuk ezt a fordulót. Milyen volt itt Bonyhadszvashegyen strandrock labdás szemszögből? Nagyon jók voltak a körülmények.
Én nagyon szeretem ezt a pályát, én többször is voltam már itt. A homok nagyon jó, a bírók jól fújtak, én elégedett voltam ezzel a két nappal. Ki a főnök ilyenkor a pályán, ha egymással játszottok egy csapatban? Hát én vagyok az idősebb, ezért inkább én szoktam mondani a Vikinek, hogy mit hogy csináljon, mert nekem egy kicsivel több tapasztalatom van, de nyilván a Viki is szokott tanácsokat adni, hogy hogyan, merre csináljam, ha úgy alakul.